Nézd a mélységet is egyik szemmel. Reggel 7 órakor hagytuk el Huainé szigetét. Gyenge 10 kilométerrel szélben araszolgatunk Taha felé. Taha előtt. Két motu közé tartunk. A sziget keleti oldalán negyedik itt van bejárat az atollon. Tehát Taha a keleti bejárata. Posse Toahu. Mélység! Mennyi? 62. A motu Mahaea. Tahai korallzátony bejáratára. Kerüljük Tahát délről. Mahaea lakatlan sziget után megyünk a korall folyóhoz. Ott fogunk éjszakázni, de még úgy néz ki lesz időnk arra is, hogy fürödjünk. Körülbelül 10 kilométer után fogunk megérkezni a korall folyóhoz. Taha nyugati lagúnájában, a korall zátonyokon levő szigetecskék között áramlik be az óceánnak a vize, és óriási sodrás alakul ki, és ebben a gyönyörű tiszta meleg vízben korallok milliárdjai vannak. Közben már ide látszik Bora Bora. Előttünk 3 darab kis sziget, Motu, köztük a korallfolyó. Egy óriási tengeri uborka. Amint beállok, ide már jönnek. Fölforr a kamerám, tiszta forróság. A hegyes völgyes Taha, a Vanília sziget, a táncosok hazája. Hajnal Tahán. Szivárvány Rajatea és Bora Bora között. A polinéz monda szerint óró isten a szivárvány higgyel szállt le az égből. De először Bora Borára ment feleséget választani magának. Taha egy mindössze 10 négyzetkilométer nagyságú sziget, 600 méteres csúcsokkal és fjordok szabdalják fel az egész szigetet körbe-körbe. A távolban kibukkant Bora Bora. Csúcsai most összemosódnak a fellő alatt, dupla csúcsok, a Totemon és a Pahia nem is látszanak a fellőtől. A Pahia 661 méteres, az Totemon pedig 727 méter magas, a jobb oldali. Le is mindjárt jönnek az átanyag, te meg alszom. A mai nap tulajdonképpen egy röpke megálló, közben szeretnénk megnézni egy rájeltetést a sziget korallgyűrűjének a nyugati oldalán, aztán holnap hajnalban indulunk Maukutire. Maukutire tiltják a charter cégek a hajózást akkor, hogyha a hullámok másfél méternél magasabbak, vagy a szét 20-30 km/h-nál erősebb. Az idő kiváló lesz az előrejelzések szerint, utána visszatérünk Bora Borára. Bora-Bora, polinézek szerint. Az eredeti neve pedig Gau-Gau. Bora-Bora a többi szigethez hasonlóan vulkanikus eredetű, sűrű növényvilággal és egy igazi tengeri akváriumhoz hasonlítják. Ott úszik a cápa, ott úszik! Kettő is. Három cápa itt mellett. Jó!
Bora Borán vagyok, és pedig éjszakai Orgonzoára megyünk a Maikai Marimába. Közben ráérünk még egy kis városnézésre, vagy falunézésre. A sziget fővárosa, Mai Tepe falu. Zsóka visz bennünket Bora Borára. Isten útjára, ráteszik a lábunkat erre a szent szigetre. Napkeltekor nagyon gyenge ácélben elhagytuk Bora Borát. A célunk a távoli Maupiti, ma és holnap szeretnék ott tartózkodni, holnap után jövünk vissza Bora Borára, és körülbelül egy hét múlva lezárul Francia Polinézia, a Livard szigeteinek a meglátogatása. Talán verseny van. Nem mondom, hogy Zsóka nyert, de ő az első. Előttünk a kis Maupiti. Várhatóan egy órán belül befordulunk a sziget déli egyetlen bejárata. Egy keskeny 30 méterre leszükülő benyomó. A szigetet úgy jellemzi a pilotkönyv, hogy egy kis Bora Bora 40 évvel ezelőtt. Nagyon kíváncsian várjuk. Össze 1150 ellakják, területe 10 négyzetkilométer, és a legmagasabb csúcsa a Nauru 380 méter magas. Itt szintén egy vulkanikus sziget, és az idők folyamán ez a vulkán kezd visszasüllyedni a tengerbe, körülötte kialakul az atoll, és amilyen szerencsénk van, egy bejárat is van rajta. Azok a jelzőoszlop? 6-9. Az a következő jelzőoszlop. 6. Igen, igen, de odáig el kell mennünk még egy. 10. 10 az jó. Rendben. Jobbra, hogy balra menj. Balra. Balra menjek? Balra menjen, a piros felé menj. Ezen az irány. 6-6. 6-4, 6-5. Egybe tartva a két oszlop. 4-4. 10 méter? Igen. Köszönöm. Megyünk be Maupiti bejáratán. Ennél veszélyesebbet még nem találtunk semmit. Maupiti. Merci. Yes. Maupiti szigetén Vaie a faluban vagyunk. Egy kenyérfasoron sétálunk be a falu központjába. Már tegnap is gyanús volt, de elmondhatom, hogy ekkora kókuszdiókat és ekkora kenyérfa terméseket még sehol nem láttam. Óriásiak. Kenyérfa gyümölcsét, ők urónak hívják. Falu fő utcája, egy botanikus kert, érik a banán, ez a mangófa,
Ekkora hibiszkuszt. Ekkora. Az egzóra. Óriási. Hatalmas rózsák. A flamboyá. És ez az a csodavirág. A míró. Mahupiti karácsonyfa. A tiaré virág. Ez a noni gyümölcs. Mahupitin nagyon sokat termesztenek belőle. Sírok a ház kertjében. A völgy barlangjaiban kőrajzok találhatók teknősökről. A völgy neve nem megjegyezhető. Laci szerint érdig járunk a mangóba ezen. Polini szigetvilág legősibb rajzait említi a leírás. Az út elfogyott, teknős békáktól eltekintünk. Kőtetején a Polini száromszög. Csak muszáj mennünk, mert itt az átvány bal oldal. Elhagyjuk Mahupitit. Két öt. Még egy kicsit jobb. 6-9. 7-9. Jó. Szépen hagyjuk el Mahupiti szigetét. Bora Borára lesz egy cirkálásunk, várható érkezésünk 8 óra múlva. Egészséget! Mahupiti, a cipő alakú sziget. 40 kilométeres szélben préselünk. Próbáljuk eltalálni a Bora Borától északra fekvő Tupai atollt. Reggel fél hétkor indultunk, 9 óra 10 perc. Már 11 órán látjuk Bora Borát. Sajnos a szél felőle fúj, de késő délután biztos oda fogunk érni. Ismét Bora Borán. A világ legszebb szigete. Ide értünk. Bora Bora az első szület. Elsőként emelkedett ki a habokból. Sokáig nőuralom volt a szigeten. 10 négyzetkilométer területű. Remélem. És 6000 lakosú sziget. Indul a Bora-Borai szigettúra. Most hagytuk el a Makai Marina alatti horgonyzöblünket. Zöböl a Paia lábainál van. Körülbelül 800 méter, 1000 méterre Vaitapep falu központjától. Megkezdjük szigetkerülő túránkat, a cél Bora Bora keleti oldala, a Lagunárium, egy gyönyörű kollárd szigeten van. Bora Bora északi oldala. Balról csodálatos motuk szegélyezik az utunkat. Előbb-utóbb tele lesznek lábonálló szállodákkal. Araszolgatunk Bora Bora lagunájában. Figyeljük az átonyokat. Az Otemanu, a legendás Otemanu.
rock'n'roll Polinéziában, Bora Borán. Elhagyjuk a lagunáriumot és az otemanut. Igen, jövünk. Marulu. Kicsit szomorkás időben búcsúzunk Bora Borától. Szemerkél az eső. Gyenge nyugati szél, ilyen még nem volt. A célunk Taha, majd Raja Tea. Most először sikerült bejárnunk Francia Polinézia Leeward szigeteinek valamennyi szigetén. Raja Teát, Huainét, Tahaát, Maupitit és Bora Borát. Kegyes volt hozzánk az időjárás. És ahogy a helyiek mondják, Maruru. Köszönöm. Viszontlátásra! Na-na!